Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Nagyon érdekes azt látni, hogy azok a kormánypárti politikusok bújnak brüsszeli vagy brüsszelita érvek mögé, akik, ha komolyan gondolnák, akkor bizony jól tennék, vagy jól teszik, amikor élesen szembe mennek a legtöbb brüsszeli agyament ötlettel. Ami a 2035-ös határidőt illeti, nevezetesen, hogy onnantól kezdve csak elektromos autók helyezhetőek forgalomba, ez már olyan szintű alkalmatlanságát bizonyítja a brüsszeli döntéshozóknak, de azt a tényt, hogy sajnos Brüsszelben döntéshozó pozícióban többségében olyan emberek vannak, akikre drága megboldogult apai nagyapám azt mondta volna, idézem szó szerint, hogy a legtöbbet nem kötném be az olba, ilyen szellemi szinten és ilyen életszerűen gondolkodó egyének, vagy életszerűtlenül gondolkodó egyének hoznak súlyos döntéseket, a 2035-ös határidőre végképp nehéz bármit is mondani. Tehát aki ezt elhiszi, az súlyosabb hibák elkövetésére is képes. Teljesen életszerűtlen, 55-ször fogják módosítani, meg kitolni, hosszabbítani ezt a 2035-ös határidőt, hiszen ez még a fejlett nyugat-európai országokban sem életszerű, nemhogy Kelet-Európában, főleg meg nem Magyarországon. Természetesen érvanyagként most be lehet dobni, csak éppen messze áll bármifajta realitástól. Az is nagyon érdekes, hogy a fideszes és KDNP-s politikusok gyakran, persze joggal kritizálják, ha komolyan gondolnák, joggal kritizálnák Németország gazdasági és társadalomszervezési elképzeléseit, az észak-amerikai, főleg az Egyesült Államok politikáját, most pedig mégis jó példaként hozzák, amikor az aksigyárak telepítését kellene megindokolni. Észak-Amerikában 55, Németországban 13 üzem készül megépülni, ez derült ki Magyar Levent államtitkár úr érveléséből, ha jól emlékszem. Ehhez képest is durván aránytalannak tűnik terület arányosan a Magyarországra tervezett 23. Az pedig, hogy milyen szigorúak a környezetvédelmi előírások, illetőleg milyen azok betartása vagy betartatása, az pontosan megmutatja a Gödi példa, ahol monitoringkutat betemetnek, ahol gyárak, a gyár üzemegységének egy része működési engedély nélkül képes működni, mindenfajta engedély nélkül létesültek. Ha egy átlag magyar választópolgár engedély nélkül bővíti a saját családi házát, akkor vagy lebontatják vele, vagy súlyos bírságokkal sújtják, vagy éppen mind a kettőt egyszerre. Ehhez képest itt egy ilyen üzem Gödön engedély nélkül épül részlegesen és engedély nélkül működik, mindezt nagyon szigorúan eljáró politikailag kézivezérelt magyar hatóságok támogatása mellett teheti ezt meg. Ami pedig a termőföld védelmét illeti, valószínűleg kisebb lenne a kormányzatra zúduló ellenzéki kritikáknak a mennyisége, vagy kevesebb lenne, ha mondjuk 5 aranykoronás legelőket szúrnának ki, vagy pécézdének ki erre a célra, ha lakott területektől távol lenne, ha nem veszélyeztetne ivóvízbázisokat mennyiségi és minőségi szempontból, akkor, mint ahogy például a Tesla is teszi azt az Egyesült Államokban, sivatagi területekre telepít gyárakat, ahol semmilyen mértékben nem veszélyezteti a települések, a közeli vagy a távoli településen élőket sem. Ami pedig a munkahelyi teremtési érveket illeti, 9000 fő foglalkoztatásáról beszélnek a kínaiak, a BMW és a Semcor beruházásait 21000 főnyi munkavállalóról beszélünk összesítve, ennek a töredéke sem áll rendelkezésre, sem Debrecenben, sem Hajdú-Bihar vármegyében, sem a szomszédos vármegyékben. Napnál világosabb, hogy ennek akár a 9000-es, akár a 21000-es létszámnak a döntő többségét külföldről, legrosszabb esetben a harmadik világból fogják toborozni, amely ilyen mértékben, ez körülbelül a debreceni összlakosság 10%-át teszi ki, nem csak munkaszervezés, hanem közbiztonsági és közlekedési problémákat is fog okozni Magyarország második legnagyobb városában. Az pedig egyébként már komoly gazdaságfilozófiai eltérés a Fidesz, illetve a Mi Hazánk közötti jelentős különbség, hogy önök úgy gondolják, hogy az akkumulátorgyártásban legyünk nagyhatalmak, hogy önök akkumulátorgyár nagyhatalommá akarják változtatni az országot, szerintünk pedig élelmiszeripari nagyhatalommá, élelmiszeripari feldolgozó nagyhatalommá kellene válnunk. Magyarország adottságai erre hivatottak, Magyarországnak ebben kellene élen járni. Azon pofon egyszer összefüggésből kifolyólag is, hogy akárhogy is ragozzuk, vagy akárhogy is próbáljuk csűri csavarni, akkumulátorok nélkül meg lehet élni, ennivaló nélkül pedig nem. De hát úgy látszik, hogy ehhez fűződnek kormányzati érdekek. Kérdezném Magyar Levent államtitkár úrtól, hogy összefüggésben állhat-e a akkumulátorgyárak építése iránti oldhatatlan szenvedélye a kormánynak a már megkapott és a felvendő kínai hitelekkel,
összefügg-e ez a két dolog egymással, magyarán mondva, hogy közölhettek-e olyat a magyar kormánnyal, akár miniszteri, akár miniszterelnöki szinten, hogy csak akkor jutnak hozzá bizonyos kedvezményes vagy kevésbé kedvezményes kínai hitelekhez, amelyek különösen jól jöhetnek akkor, hogyha a brüsszeli pénzek végképp elakadnak, csak akkor, hogyha ilyen akkumulátorgyárak épülnek, mert mondjuk élünk a nyanú, vagy esetleg lehetnek, létezhetnek ilyen összefüggések. Ami a január 20-ai debreceni közmeghallgatáson történt, az a tragédia és a komédia között van valahol talán félúton, de túl sok kedve nincs mosolyogni az embernek. Ha csak a vízfogyasztásra gondolunk, akkor az 1000 köbméter per órától a 40 000 köbméter per nap fogyasztásig vagy felhasználásig bezárólag minden elhangzott a különböző hatóságok illetékeseitől. Egyik azt mondta, hogy ivóvizet használnak, másik azt mondta, hogy szürke vizet. Ugyanez a hűtésnél, egyik szerint ivóvíz minőségű vizet, másik szerint szürke vizet használnak a hűtésre. Elképesztő bábeli zűrzavar alakult ki, teljes felkészületlenségről tettek tanúbizonyságot a hatóságok. Nem tudták elmondani a katasztrófavédelem képviselői, hogy mi a technológia lényege. Volt egy ebben a kérdésben jártas nyugdíjas úriember, egyenes kérdéseket tett, hogy mondja már el valaki a sok nagyokos közül, hogy mi a technológia lényege. A kínaiak se tudták, a kínaiak magyar képviselői se tudták, a hatóságok vezetői se tudták, óriási szégyen, szennégtek. Ugye este 6-7 óra tájékán, mert semmilyen érdemi választ nem tudtak adni. A kínaiak arra nem vették a fáradtságot, hogy tőkeerős cég, hogy egy tolmácsot alkalmazzon. Arra nem vették a fáradtságot, hogy egy igent vagy egy nemet nyögjenek ki, egy tök egyszerűen eldöntető kérdésre. Sértő, vérlázító módon a gyarmatosító és a gyarmatosított viszonylatában ültek ott, röhögcséltek, de ahhoz nem vették a fáradtságot, vagy arra nem vették a fáradtságot, hogy érdemben válaszoljanak a vitában. Nem engem sértettek meg, a debrecenieket sértették meg ezzel a mérhetetlenül tiszteletlen viselkedésükkel. De egy dolog nem hangzott itt el a baloldali pártok képviselőjétől, hogyha minden annyira rendben van, önöktől sem, minden annyira rendben van, minden annyira szuper, erősek az előírások, be fogják tartatni a kínaiakkal majdan, ha ez a jár esetleg megépül az összes előírást, hogy akkor miért nem lehet nekifutni a népszavazásnak? Hogy van az, hogy még a baloldali pártok itt előadják azt, hogy milyen hősiesen próbálják ezt a beruházást megakadályozni, egyedül a Mi Hazánknak van állva maradt kérdése, ugyanis múlt hét szerdán elutasítottak minden kérdést, nyilván nem kevés politikai nyomásra a Debreceni Helyi Választási Bizottság részéről. Csütörtök reggel 8:30-kor a Mi Hazánk beadta az újabb népszavazási kérdést, amely egyébként kísértetesen hasonlít egy már korábban egyszer elfogadott, átengedett jóváhagyott záradékolt kérdésre. Kíváncsi leszek, hogy ha ezt elutasítják, akkor mivel fogja indokolni majd a Választási Bizottság, hogy ami egyszer ősszel vagy ahhoz nagyon hasonló átment, az most kora tavasszal esetleg miért fog elvérezni. Tehát, hogyha annyira rendben van minden, akkor miért nem engedik, hogy a debreceni emberek erről véleményt mondanak? És akkor mindenki megnyugodhat. Mert ha nem tud összegyűlni a kellő számú aláírás, akkor önöknek van igaza. Ha összegyűlik és kiírásra kerül a népszavazás, akkor pedig végképp megmutatkozik, hogy Debrecen népe támogatja, vagy ellenzi ezt a beruházást. És akkor könnyen lehet, hogy önöknek van igaza, de könnyen lehet, hogy önökre rácáfol az élet, és a Fidesz fővárosában szenvednek egy vereséget, amitől nyilvánvalóan tartanak, hiszen nem csak népszavazás egy gigantikus beruházásról, hanem a kormány gazdaság filozófiájáról, a kormány gazdaságpolitikájáról is lenne egy népszavazás, amely gyakorlatilag országos szinten eldönteni ezeknek az akkumulátorgyáraknak a kérdését. Tehát azt kérdezem tisztelettel, hogy ha ennyire rendben van minden, és önök ennyire nagy demokraták, hiszen önök ellenzék időszakban nem hogy egy akkumulátorgyár, egy autógumigyár megépítését is megakadályozták. Érdekes, akkor nem voltak ilyen aggályaik, akkor nem számított a munkahelyteremtés, akkor nem számítottak egyéb szempontok. Olyan gyárét, amely töredékmértékben környezetszennyező mondjuk a debreceni akkumulátorgyárhoz képest. Azt mondják meg nekem, hogy miért akadályozzák minden létező módszerrel ennek a népszavazásnak a kiírását és megtartását, és miért, mi annak az oka, hogy Magyarországból nem élelmiszerüper a nagyhatalmat, nem élelmiszer feldolgozóiper a nagyhatalmat akarnak csinálni, hanem gyakorlatilag egy egyszerű összeszerelő üzemmé akarják csinálnyítani az országot. Isten adta adottságokkal rendelkező kivételes hajdúság és egyéb termőföldeket áldoznak fel. Egy olyan hóbort oltárán, ami lehet, hogy egy 10 év múlva sorra kerülő trendforduló után már semmivé válik, és már egy 10 év múlva másról fogunk beszélni. Arról nem is beszélve, hogy egy akkumulátorral működő, egy elektromos autó sokkal jobban terhel a környezetet, mint egy hagyományos. Egy hagyományos gépjárműnek 80-90%-a újrahasznosítható, egy elektromos autónak csak 45-50%, hogy ezt is tegyék bele az érvelésbe, ne csak mindig azokat az érveket mutassák meg, amelyek látszólag az önök igazát támasztják alá. Köszönöm szépen!